Tizedik fejezet. Démon. Volt már az életemben néhány perc, amikor azt hittem, annál jobban semmi nem mehet gajra, mint addig. Különösen, amikor Di elszokott a Luxemvándor cirkusszal. De mindannyiszor bebizonyosodott, hogy mekkorát tévedtem. Nancy teljesen érzelemmentes arccal hidegen nézett ránk. Dószon káromkodott, és nekik készült, hogy fény alakjába váltson, de akkor Nancy megszólalt, és megakadályozott minden olyasmit, ami rengeteg robbanással és általános káosszal végződött volna. Ha élni akartok, közölte elharapott szavakkal, beszálltok ebbe a ruhat helikopterbe most. Nem volt sok választásunk, vagy szembeszállunk velük, és kilőnek, vagy beszállunk. És azután. Cseverből placs egyenesen a vederbe. De az egyik lehetőség azonnali halált ígért, a másik valószínűleg későbbit. A későbbi pedig időt jelentett, amit talán értelmet találhatunk ebben az űrzavarban. Dószonra meredtem. Hűtsd le magad! Egy pillanatra attól féltem rávágja, hogy a pokolba az egészszel, de kihúzta magát és fellépett a helikopterbe. Kedhez fordultam, a fáradtság, a kimerültség és a fájdalom, amit szürke szemében láttam, félelemmel keveredett. A lelkembe metszett, hogy látnom kellett, és tudtam, ebben a percben semmit sem tehetek, ami segítene. Hozzáhajoltam, és az ajkamat az ajkához érintettem. Minden rendbe jön. Ked bólintott. Nagyon aranyosak vagytok, jegyezte meg Nancy. Utálkozó pillantást vetettem rá. Nem emlékszel, hogyan lett utoljára vége, amikor irányítani akartál minket? Stoikus arcán a harag halvány árnyéka futott át. Hidd el, az nem olyasmi volt, amit egy hamar elfelejtenék. Helyes, mordultam, és felemeltem ketet a küszöbre, ahol Dószon várakozott. Behúzta magával, amit, amint én is felugrottam, nem színek alig maradt hely. Hátrált, végül lehuppant egy padra. Ezúttal másként lesz, néztem a szemébe. Valóban? Oda léptem hozzá, az arcába hajoltam, és olyan halkan szólaltam meg, hogy a rotor zajja biztosan elnyomta más füle elől. Igen, ezúttal biztosan megöllek. Nancy megmerevedett. Kiegyenesedtem, és ketért nyúltam, Dószon átadta nekem. Nancy pedig nem szólt semmit, csak lehúnyt szemmel hátrahajtotta a fejét. Mindent összevetve tökösebb volt nálam. Szorosan magam mellé vettem ketet, a másik oldalára ült. Még két katona ugrott fel a fedélzetre, és Nancy mellé telepettek, aztán az egyik visszahajolt, és intett a pilótának, hogy felszállhatunk. Amint a gépmadár elhagyta a földet, Kett összeszorította a szemhéját és megremegett. A kezét ökölbe szorította, megmarkolta a pólómat, a szívverése csak úgy száguldott. Sosem rajongott a repülésért, úgyhogy a helikopteres túra valószínűleg pánik közeli élmény lehetett a számára. A szememet nem vettem le nancy és a segédeiről. Felemeltem ketet, az ölembe ültettem és átöleltem. Fél kezemet a tarkójára tettem, és úgy húztam magamhoz, hogy a szívünk egymáshoz simuljon. Az egyik katona a lába közé vette a fegyverét, és levetette a sik -zizsakját. Beletúrt homokszínű hajába, gyors fejkörzéssel űzte el nyakizmai merevségét, aztán kinyitotta a szemét. Azt az ametisz színűt. Egy kicseszett origin. Nyilvánvalóan Nancy jól sikerült gyártmányainak egyike, mint Archer és lük. Szar se éreztem meg róla, de hát Archerről sem éreztem meg semmit, amíg ő magam fel nem fette magát. Lükkel ugyanez volt a helyzet. Mindig sejtettem, hogy a kölyökkel valami nincs rendjén, de lövésem sem volt mi az. Szédit pedig luxenként érzékeltem. Ez is az originek valamelyik képessége, összegeztem magamban. Hitelesen eladni maguknak valami egészen másnak, mint amik valójában. Nagyon sok mindent nem tudtam még róluk, de abban a percben ez egyáltalán nem érdekelt. Lehajtottam a fejem. Továbbra is szemmel tartottam őket, de közben kett fülébe kezdtem szövegelni. Csupa marhaságot mondtam. Elmeséltem az utolsó szellemvadászokat, amit láttam, meg hogy milyen szívesen bemennék egyszer egy, egy elhagyatott elmegyógyintézetbe, Elmeséltem, hogy egyszer meggyőztem Edemet egy éjjel, amikor aromokat kerestem, találkoztam moly emberrel. Aztán az emlékezetébe idéztem, hogy egy hónap múlva Halloween. Szóval keresnünk kell méretünkben gizmo és kremlin jelmezeket. Össze-vissza beszéltem, hogy eltereljem a figyelmét arról, hogy repülünk éppen. Ráadásul azt sem tudjuk hová. Bizonyos mértékig be is vált, a szívverése kisé lelassult, és már nem kapaszkodott belém olyan görcsösen. Rajtam kívül senki nem szólt egy szót sem az úton. Igaz, nem is hallhattuk volna egymást, legfejebb egészen közelről. A rotorok vibrálása csontig hatolt, mintha egy acéldob belsejében ültünk volna. Fogalmam sem volt, meddig repültünk. Talán egy óra telt el, amikor a helikopter oldalra dőlt, és Kett, ebben csak nem majdnem biztos vagyok, halkan fuhászkodni kezdett. Ezen bármikor máskor nevettem volna, de most engem is a hatalmába kerített az aggodalom. Mivel kell most szembenéznünk? Bezárnak? Nenki, Nancy ekkor nézett fel, és végig simított fekete nadrágján. Ő alig, ha szeretne életben tartani minket. Még a megszállottságának, hogy luxenek és hibridek párosításával hozza létre a tökéletes fajt, és biztosan vannak határai. Bőven van elszámolni valója velünk, hiszen kitörtünk a létesítményből, egy csomó katonát meg is öltünk, részt vettünk, egy város lerombolásában és nyilvánosságra hoztuk, mifélék vagyunk, még mielőtt a luxenek ideértek. A pokolba is. Még az is lehet, hogy éppen amiatt választották ezt az időpontot, amit tettünk. Ugyanakkor, ha Nancy holtan akart volna látni minket, azt könnyen elérhette volna a kürde elleni úton. Tehát el sem tudtam képzelni, mit tervez. A helikopter szinte földet sem ért, már is felrántották az ajtókat. Kett elhajolt tőlem, úgyhogy egy villanásnyi képet kapottam a kinti világból. Magas drótkerítés, és mögötte a távolban szürke hegyek. A sziklás hegység volna? Az egyik katona leugrott, és intett nekünk is. Először Dószon engedelmeskedett, aztán kett. Közre fogtuk, és amint talajt ért a lábam, elkaptam a kezét. Csak aztán néztem alaposabban körül, és nem tetszett a látvány. Egyértelműen katonai bázis volt, méghozzá hatalmas. Ameddig elláttam, nem ért véget sehol bunkerek, repülők, tankok sorai váltották egymást, és voltak más dolgok is, amik komoly nehézséget okozhattak egy szökési terv kialakítása során. Előttünk egy széles és magas, ó alakú épület várakozott, és egy seregnyi katona. Néhányan terepmintás ruhát viseltek, mások feketét, mint az útra kiküldött osztag Az az érzésem támad, hogy ők extra különleges erők, Üdvözöllek benneteket! A légi légibázison lépett elmellettünk mellettünk, Nancy. A katonák, akik mellettünk elhaladtunk, a várakozásommal ellentétben nem tisztelektek neki. Az egész bázis zárlat alatt van, senki sem léphet, seki, sebe, beleértve a luxeneket is. Összeszűkülő szemmel néztem a hátát. Jézusom, mekkora céltáblát láttam ott. Nem csak azért, amit ketteltett, hanem a bátyám és besz is minden más élet miatt, amelybe torsz kezeivel belenyúkált. Nem rajongtam a gondolatért, hogy kioltsam valaki életét, még egy hozzá hasonló ét sem. de átkozott legyek, ha nem vártam az időt, amikor tízszeresen megfizethetek neki mindenért. Miért hoztál ide minket? tudakolt a dószon. Nem lassított. Tudnotok kell, hogy a hely a fajtátokra tekintettel lesz kialakítva vagyis Onyx gyémánt keveréket alkalmaznak fegyverként mindenütt, és még ezer más aranyos holmi is akad, amit a Dédelusz ez évek során kitalált. Ez nem válasz, vágott vissza Dawson. Nancy megállt egy dupla acélajtó előtt. Nyilvánvalóan nem a fő bejáraton akart bevinni minket. Megfordult, visszanézett, és valami olyasmit láttam a szemében, amit még soha mióta megismertem. Félelmet. Mi a... Súrlódó, fémes hanggal nyílt a dupla ajtó. Fényesen megvilágított folyosó árult fel mögötte. Bent egy alak állt, a kezét fakó, tépet farmerje zsebébe dugta. Kett meglepetésében hátralépett és nekem ütközött. Csak, hogy végre itt vagytok. Már kezdtem nagyon unatkozni. Lők a bakancsa sarkaira gördült és szélesen elvigyorodott. Viszont Nancy, azt hiszem, egy hiányzik. Nancy megmerevedett, az órán átszívta tele a tüdejét levegővel. Dia luxenekkel ment, a hatalmuk alá került. A szívás, égyezte meg Lük, de már nem mosolygott. A szívás meg sem közelítette, csak hogy az egészből megint nem értettem semmit. Fejrázba bámultam a srácra. Mi a fene folyik itt, lük? Mi lenne, ha először megköszönnéd? Vonta fel a szemöldökét. Esetleg. Úgy értem, én húztalak ki benneteket a szarból. Nagyon szeretnék egy köszönetet érte. Meg is ölelhetnél. Valahogy most vágyom az ilyesmikre. Hol van Besz? Dószon lépett előre, mint aki elfelejtette, hogy Nancy közvetlenül mellette áll, vagy csak nem érdekelte különösebben. Kérlek, mondd, hogy nem. Nyugi, szakította félbelük, és kivette a kezét a zsebéből. Jól van. Sőt, itt van. Biztos vagyok benne, hogy egy segítőkész ember intett az ajtó előtt álló terepruhások felé, akinek egyébként fogalma sincs, mi a fene a dolga, elvisz hozzá. Dószom megfordult. Az egyik katona valóban kilépett a sorból, én azonban utána vetettem magam, és megragadtam a vállát. Várj csak! Állítottam meg, mielőtt vakon elindulhatott volna valamerre. Neked mi a fene dolgod van itt, Lük? A srác újra elmosolyodott. Nyugik a démon, csak mint aki majd szétesik. Nem kell már senkit lenyomnod, itt biztonságban vagytok. Nancy nem fog gondot okozni, vagy igen? Élesen a nőre pillantott. Nancy szorosan összeszorította az ajkát, úgy festett, mint akinek valami igen göcsörtös dolgot dugtak fel egy igen kínos helyre. Hallgatott, ami nem nyugtatott meg, de az sem vált volna be, ha igazat ad lüknek. Nem mozdultam, és kett sem, de Dószon talpa már nagyon vízketett. Lük sóhajtott, és felemelte a kezét. Nézzétek, ez itt nem csapda, nem próba, nem gyakorlat. is itt van. Konkrétan ránk vár, és tényleg nagyon szívesen elmagyarázok mindenkinek mindent, de nem a folyosón ácsorogva. Pár percet találtam némi előre csomagolt kaját, és épp arra készültem, hogy csodásan belakja kétszer sült repakolt sonkával meg sajtal. Válasz helyett csak bámultam rá. Most mi van? tudakolta. Oreo is van hozzá. Királyság! Istenem, annyi lehetőség rejlett benned, mormolta Nancy. Lük rávetette Ibolya szín pillantását, és alig hallhatóan szólalt meg. Te pedig az utolsó ép idegszálamat tépkeded. Szerintem nem ez a célod, vagy igen? Szent szar! A nő erre úgy elfehéredett, mint egy ív klórozott papír. Ketre sandítottam, hogy ő is látta-e, elkerekedő szeme elárulta, hogy igen. De még mindig tétováztam. Dobozos üdítő is van, tette hozzá ők. Vegy gyümi. Ez a csomagolcuc nem vicc. A francba. Akármit teszek, akárhogy döntök, kockázat mindig lesz, és sosem tudtam hányadán állok lükkel. De valószínűleg mindenki így van vele. A helyzet azonban úgy állt, hogy nem maradt sok választásunk. Ha szórakozó velünk, én esküszöm, néztem rá, komoran, de félbeszakított. Az atyára, a fiúra és a szent lélekre, hogy megölsz vagy valami. Megértettem, és talán nem látszik rajtam, de kellően be is ijedtem. Szóval, gyerekek, megmozdulhatnánk végre? Fújtattam egyet, és eleresztettem Dószon vállát. A katona megvárta, hogy a testvérem csatlakozzon hozzá. Nancy akkor félreállt, és elengedte őket. Nem örültem neki, azonban Dószon egyetlen dologra koncentrált, és az betani volt. Még csak vissza sem nézett, egyszer sem. Ahogy díj sem. A húgom emléke nehéz súlyként zuhant a vállamra. Sóhajtva kezéért nyúltam, ott volt, és az ujjaim közé fonta az övéit. Hát jó, mondtam, csináljuk. Lük tapsolt, és sarkon fordult. Végig siettünk a folyosón, és jobbra fordultunk a holdószon balra. A hely az 51-es körzetre emlékeztetett. Széles folyosók, rengeteg csukott ajtó, nyomasztó fertőtlenítő szag. Bizonyos értelemben jobb volt mint a Tudbi társasága, ismerős ellenség, meg minden blabla. Lük a térdével lökött be egy nyitott dupla ajtót, az egyik szárnya gyorsan el is kapta. Nancy lépett be mögötte, a helység egyik oldalán egy hosszú asztalon valóban ott várakozott az előre csomagolt kaja. Árcser társaságában, aki a tarkóján összekulcsolt kézzel az asztalra pakolt lábbal ücsörögve várt. Az ajtó becsukódott mögöttünk. Csak Nancy tartott velünk, és ebből tudtam, hogy valami fura dolog történik. A nő korábban egy lépést sem tett a kísérete a nélkül. Jó vagy. Lehelteket kihúzta a kezét az enyémből, és az asztal mellé bicegett. Annyira aggódtam. Árcsel lekapta a lábát az asztalról, és felárt. A következő pillanatban szorosan magához ölelteketett. Mondtam, hogy maradj, hol vagy de te nem bírsz másra hallgatni. Kett feje felett rám pillantott. Tényleg megmondtam neki. Engem miért nem ölel meg senki? Nyavajgott lük. Senki nem törődött vele. Bocs, motyogta Kett árcser melkasába. De muszáj volt, tudod? Értem én, válaszolta árcser. De a fenébe is, te csaj, nem sokon múlt, hogy ilyen jól alakuljon. Az egész arra mehetett volna, és akkor kivit volna elengem az Olive Gardenbe, hogy legyen magam kenyérudacskákkal. Kát folytos, könnyen hang, könnyes hangon felnevetett. Én csak álltam ott, és azt ismételgettem, hogy a csúf hő hullámaimról a klimax tehet, nem a féltékenység. Féltékenységről szó sem lehet, hiszen Archam meg sem közelített engem. De muszáj ilyen hosszan ölelgetnie És ilyen szorosan? A francba már. Archer Lila pillantása rám talált. Igen. Igen, tulajdonképpen muszáj. Továbbra sem kedvellek. Üzentem vissza neki összehúzott szemmel. Árcser elvigyorodott, de végre kielvezvén az ölelést hátra húzódott, és egy székért nyúlt. Úgy néztek ki, mintha mindjárt össze akarnátok esni. Miért nem ültök le? Kett leereszkedett az összecsukható fémszékre, Tényleg úgy festett. Mi folyik itt? Miért vagytok mind itt, leadású kérdezte. Árcser újra rám nézett. Hol van Di? Még jobban elszorult a szívem. Kett mellé léptem és leültem. Árcser arcán feszültség rajzolódott ki, a szemek körül ráncba futott a bőr. Di, Megráztam a fejem, mert nem találtam a szavakat, amikkel elmagyarázhattam volna, mi történt. Árcser összekulcsolta két kezét az asztallapon. Di nem ment el, vagy mégis? Nem, szólalt megket. Megváltozott. Mondhatni, most a másik csapatnak drukkol. Árcser kinyitotta a száját, de aztán hátradőlt és becsukta. Nem tudtam, mennyit sejtenek az egészről, de nem kezdhettem magyarázkodásba, amíg magam sem értem, mi folyik itt. Lükköz fordultam, és felvont szemöldökkel néztem, ahogy megpakolja a kétszer sültét sajtal és sonkával. Mi ez az egész? Nancy most tisztán fog játszani. Felelte is középre tolta a sajtszeletet. Maga Nancy mellett ült, és úgy tűnt kedve lenne összetörni néhány dolgot, a helyet felnézett. Hidd el nekem, ha volna választásom, már egyik őtök sem élne. Ennyi, ez nem volt szép, cicceget lágyan lük. Még mindig nem értettem semmit. Lük beleharapolta kétszer süldve, előre hajoltam. És mi tart vissza, hogy megölj minket? Maradjunk annyiban, hogy mindenkinek megvan a sebezhető pontja. Én megtaláltam az övét. Lük nekiált, hogy csináljon még egy szendvicset. Nem éppen szép. Nem is olyasmi, ahova le akartam volna alacsonyodni. Na de hát mégis. Továbbra semmit mondott szavak. Hogyan kötöttetek ki egy helyen, ha közelepket? Visszajutottam a házba, válaszolt Arcsár. Elmondtam Lüknek, mi történt a boltban, és megbeszéltük, hogy induljunk el. De a dédelusz hamarabb odaért. Nancy ajka vékony vonallá préselődött. Azt itt elkapta a tökeinket. Vette át a szót lük, és egy mini óraú kekszet a sonka meg a sajt tetejébe, ami, lássuk be, simán gusztustalan. De azt mondta, a dolgozó rajta. Kett a hallgatag nancy méregette. Megkeresed a módját, hogy elbánya dédelusszal. Ez volna az? Nagyon mélyen benne vagyok az információs hálóban, magyarázta lüktele szájjal. Amikor berúgták az ajtót, és Nancy besétált, mintha ezen a parton ő volna a legnagyobb és leggonoszabb kislány, megmutattam neki, hogy pontosan mennyire mélyen. Hogyan? Én is nancy néztem. Ahogy mondtam, mindenkinek megvan a gyenge pontja. Nancy eléggé nyilvánvaló, Lük beledöfte a szívószálat az üdítős dobozba. Csak egyetlen egy dolog van, ami fontos neki széles -e világon, amiért még a családját is bedobná egy tank alá, Már mintha van családja, mert amúgy többé-kevésbé biztosra veszem, hogy tojásbolt kelt ki. Az Origin bébik. Az Origin bébik. Ismételtem. Majka, meg a többiek? kérdezteket. Bizony, bolintott lük. Érdekesség, hogy a hibridek és az idősebb oricsinek többsége, azok, akik mellette maradtak, hogy begyűjtsenek benneteket, nem igazán kedveli a dédelüzbeli bánásmódot. Mosolygott árcserem, nem jó kedvében. Akik mégis lojálisak maradtak, nos... Stricik, sziszegte Tudjátok ti mennyi időbe telt kinevelni ezt a hét próbás hűséget? Hűséget? Csattant felket. Látod, ez a legnagyobb baj veled. A hibridek és az originek nem ennyiből állnak. Élő, lélegző emberek. Te ezt nem érted. Nancy sötét pillantást vetett rá. De még sosem teremtettél semmit. M Miért te igen? Csak mert rákényszerítettél két embert, hogy csináljanak gyereket, aztán elválasztottad őket egymástól, még te sem teremtettél semmit. Ked dühösen összeszorította a száját. Te nem az anyjuk vagy, hanem egy szörnyeteg. Nancy arcán fájdalomhoz hasonló árnyék villant át. Ettől függetlenül Nancy számára sokat jelentenek. És én tudom, hogy hol vannak fejezte belük a magyarázatot az utolsó kétszer sült el együtt. Nancy, Nancy, mondd meg nekik, mit akartak a nagyfejűek. Nancy beleakapaszkodott az asztal szélébe. A luxenek érkezése után elrendelték, hogy vessünk véget a Daedalus projektnek. Vessetek véget? Suttogtak ed. Én ennyiből is megértettem, és azt hiszem, ő is csak nem akarta elhinni. Azt mondták, hogy takarítsam el a nyomokat, tüntessek el mindent, folytatta Nancy. Istenem, suttogtak et. Lehúnytam a szemem, véget vetni, eltüntetni mindent. Más szavakkal valaki, aki feljebb áll a táplálékláncban, megparancsolta neki, hogy nem maradjon bizonyíték. Azt akarták, hogy old meg őket. Nancy nagyot sóhajtott és bólintott. Hiteles tagadás, így nevezték. A közvéleménynek nem juthat a tudomására, hogy nem egyszerűen tudtunk más létformák létezéséről, hanem évtizedek óta dolgoztunk is velük. Istenem, megdörgöltem a homlokomat. Nem csak a gyerekekről van szó, igaz, hanem minden luxáról aki a saját szabad akaratából volt ott, akik megengedték, hogy teszteket végezzenek rajtuk, és azokról is, akik nem érték el a megfelelő asszimilációs szintet? Igen. Persze az ő megszüntetésükkel nem volt gondja, vágott közbelük. Azok a luxenek végül is feláldozhatóak, legalábbis szerinte. De az oricsinek? Rázta a fejét a fiú arra nem volt képes. Felvontam a szemöldököm. Mégiscsak rejtőzik valahol egy szívennek ennek a nőnek a mákasában. Lük felnevetett, amikor elkapta a gondolatot. Nem, démon, nincs szíve. Nem úgy képzeld el, mint egy rendes ember megszeretne egy osztályra való kicsi, különös, mégis furán szeretni való kölyköt. Csak nem akarta, hogy pocsékba menjen az a rengeteg munkája. Úgyhogy kiköltöztette őket az 51-es körzetből, és azt hitte, jól elrejtette őket. Holott nem. Ket a mögé simította a haját. Lük a fejét rázta. Már mondtam, hogy rajta tartom az ujjamat a hálózatok érverésén. Tudom, hol vannak, és tudom, mennyire szeretne Nancy visszatérni hozzájuk, ha ennek az egésznek vége, mert mintha életben leszünk még, és tovább is nevelgeti őket. Kis szörnyecskékből nagy szörnyecskék ki. Mint veled tettem? Csattant fel Nancy. Lük egy sértő mozdulattal válaszolt. Nancy tudja, hogy ha bármelyikünknek egy hajaszála is meggörbül, vagy akár ha nem tetszik, ahogy ránk néz, abban a pillanatban lehullott róla a nem törődön bohóckodás állarca. Előre hajolt, a szeme lila gyémántként fény lett fel. nem szirá pillantott. Azt a lüköt láttam magam előtt, akitől felnőtt férfiak pisérték össze magukat. Azt a lüköt, akik, akit nem akartam magamra haragítani. Éles vonású arca most egyenesen riasztó volt. Tudja, hogy minden egyes gyereket megöletek néhány pillanaton belül jelentette ki halkan. És ha az embereim nem hallanak rólam, akár ha nem telefonálok idejében, akkor is mind meghalnak. És akkor semmi sem marad. Szentséges Úristen! Kett úgy nézett a gyerekre, mintha még sosem látta volna korábban. Én kételkedtem benne, hogy lük képes e tettekre. Őrültség volt és gonoszság, de tudtam megtenni, mint azonáltal nem hittem, hogy valaha is visszaereszti a gyerekeket Nancy keze közé. Átfutott az agyamon, hogy Nancy vajon tényleg hisze neki. De hát mi más választása lenne? Miért nem ölöd meg egyszerűen? Még egy pár dologhoz szükségünk van rá, válaszolt Archer. Vagyis a kormányzati biztonságos létesítményekre, amíg, hát nem remélhetőleg lesz egy amíg, és nem örökké, Benneteket is ki kellett juttatnunk egészben, és... Akármilyen kicseszettül nagyszerűek is vagyunk, szúrt a közbelük, visszavéve a kevésbé felzaklató origin mafiózó szerepet. Árcser rosszaló pillantással jutalmazta. Azért ennyi luxen ellen nehéz dolgunk lett volna. Nessz jelenleg szükséges rossz. De még mennyire rossz, vigyorgott Lük. Hátradőlve a hajamba túrtam. Lük a jelek szerint pórást vetett Nancy nyakába. Csak úgy száguldottak a fejemben a gondolatok. És most mi legyen? vetette felket. Ki kell szednünk a karmai közül Ettől a legszívesebben a homlokomra tetováltattam volna a nevét. És meg kell találnunk a módját, hogy véget vessünk ennek, mert ettől meg a legszívesebben bezártam volna egy szekrénybe. Most legelőször is pihennetek, és valószínűleg enni is. Vágott közbe árcsár rám pillantva. Mind kettőtöknek. Ez a legfontosabb. Jelenleg is zajlanak a dolgok, amiket Nancy majd nagyon szívesen elmesél, de csak holnap. Lük odanyult, hogy megveregette Nancy kezét, mint egy kisgyerekét. Most valami mást kell elmondania. Nancy csikorgatta a fogát. Nem hiszem, hogy bármi olyasmit tudna mondani nekem, ami egy kicsit is érdekelne, közöltem rossz májúan. – Ami azt illeti, húzta el a szavakat, Lük, szerintem kétit is téged érdekelni fog a dolog. Kett megfeszült. Mi az? Csak mondd el, szúrt oda nenszinek és amikor a nő nem nyitotta ki a száját, hozzátette. Mondd el az igazat. Basszus. A gyomrom kicsire rándult össze. Az igazat miről? Nancy még szorosabban préselte össze az ajkát. Árcser felállt és karba tette a kezét, mintha ők képviselné az erőt a helyiségben. Nagyon nem tetszett a dolgok alakulása. Mi a fene van? Bőkétek már ki! A türelmem a végéhez közeledett. Nancy mély lélegzetet vett és kihúzta magát ültében. Mint tudjátok, a Dédelusz többféle szérumváltozatot kifejlesztett, mielőtt bármiféle sikert értünk volna el. Néhány esetben elhallgatott a szélesen mosolygó lükre nézett. A sikerből bukás lett a végén. A dédelűs szérumot kapta Bess és Blake is. Kett levegőért kapott, a kurafinevét halva. A magam részéről azt reméltem, hogy a pokol egy különleges bugyrában ruhad éppen. Már azt is gyűlöltem, ha kett jelenlétében kimondta valaki a nevét. Ő ölte meg. Önvédelemből, de a tette emléke így is mély sebet ütött rajta. Aztán persze következett a Prométeus szérum. Folytatta Nancy, és felcsillant a szeme, mintha gyerekként épp rajta kapta volna a húsvéti nyuszit, hogy piros tojást tojik azt kapták azok is, akiket te átváltoztattál. Hogy ért? Úgy érted, akikre rákényszerítették a mutációt? Kérdeztem kihívón. Azokat az önkénteseket, akiket átváltoztattál, a Prométeus szérummal kezeltünk, mint ahogy azokat a hibrideket is, akiktől az utolsó csoport Origin született. Magyarázta. Ez meglepett. Várjunk csak, kapta fel fejét, a fejétket. Azt a szérumot még csak akkor tesztelték, amikor mi ott voltunk. Lők megrázta a fejét. Úgy érti az emberek, akik véletlenszerűen mutálódtak az évek során, már a prométeus tesztadagjait kapták. Nem a szándékosan átváltoztatottak, hanem a hozzád és hasonlók, akiket meggyógyított egy luxán. Teljesen összezavarodtam vagyis a prométeus először kikényszerített változások által teszteltétek? Mint mondtam, önként jelentkeztek, javított ki Nancy. Nagyon szívesen lerúgtam volna valaki fejét teljesen önként. Rendben. Ezt nagyon jó tudni, de számunkra semmi haszna. Nancy ajkára most először ült ki valami gonosz mosolyamító, amióta barátilag újra találkoztunk. A Prométeus más, mint a dédelusz. A hatásának része, hogy az átváltoztatott ember, a hibrid ne kapcsolódjon a Luxenhez. Igen, Hajtotta oldalra a fejemet. Amikor te meggyógyítottad ketet, és dr. Michaels értesített a kialakuló betegségéről, nem a Dédeluszt alkalmaztuk. Micsoda? Ket megdermett. De azt mondta, Gondolod, hogy tudta, mit adtunk a kezébe? Nancy sötét pillantása ketre szegeződött. Elhitte, amit hallott, és ennyi volt az egész. A Prométeuszt kapta, és azt is adta be neked. A figyelme visszatért rám. Ugyanazt, amit az általadát átváltoztatottak is kapnak, Démon. Nem, ennek nincs semmi értelme, hajoltam előre. Amikor ketet lelőtték, te rosszul lettél. Azt hitted, meg fogsz halni? Hagyjuk a drámát. Emelte az égre a tekintetét. Csak azért volt, mert érzelmi szinten valóban kötöttük egymáshoz. Szereted őt. Úgy köpte a szemembe a szót, mintha valami szexuális úton terjedő betegség neve volna. Igen, erre már rájöttünk. Az egész szarság az őszinte akarattal meg vágyjal. Hát, hurá, okosak vagytok, de én akkor is haldokoltam. Nem a fejét rázta. Legyengültél és rosszul lettél, de túlélted volna kett halálát. Helyre jöttél volna, és az élet ment volna tovább. Egyszerűen nem jutottatok el odáig, mert nyilván valaki más meggyógyította. Kett levegőért kapott. Felegyenesedtem. A padló ki akart villenni a lábam alól, de összeszorítottam a térdemet. A szavai mindenesül megrendítettek, szinte képtelen voltam elhinni. Az életetek nincs összekötve, mint hiszitek. Ha az egyik kötök meghal, a másik érezni fogja az utolsó lélegzetvételig, az utolsó szívdobbanásig, de utána vesz majd egy új lélegzetet, és a szíve is verni fog tovább.